Sziasztok ismételten! Köszöntök tisztelettel és szeretettel mindenkit! Hát egy újabb ilyen megmondós videó következik, ahol ismét egy adott témában elmondom a véleményemet. Ez a téma pedig nem más, mint egy olyan kérdés, amit nekem nagyon-nagyon sokszor feltettek. Így életem során, de úgy érzem, hogy csak most jött el az a pont, hogy így a nézőimnek is elmondjam erről a véleményemet. Ez a kérdés, amit nagyon sokszor feltettek nekem, pedig az, hogy én miért nem lennék tanár. Hát szokásom a szívem, megint csak kezdeném néhány megjegyzéssel ezt a videót. Először is, mint ugye egy korábbi videómban is mondtam, a magyar közoktatásról készítettem, hogy ebből a témából is, meg egyébként arra kérek mindenkit, hogy a kommentekből is a politikát hagyjuk ki. Tehát nem politikai oka van annak, hogy én most nem lennék tanár, hanem egyébként személyes okai vannak, de ebbe most így a politikai részébe ne menjünk bele. A második megjegyzésem, hogy nehogy valamilyen félreértés legyen. Tehát az, hogy most én elmondom a véleményemet erről a témáról, és elmondom, hogy én személy szerint miért nem lennék tanár, az nem azt jelenti, hogy most aki tanárnak megy, az hülye. Nem azt jelenti, hogy én nem becsülném a tanárokat. Nem azt jelenti, hogy én bárkit lebeszélnék most erről. Sőt, minden tiszteletem azoké, akik tanárnak készülnek, és ezt a hivatást választják. Ismételten három pontban fogom elmondani azt, hogy én személy szerint miért nem lennék tanár. Az első pont, ami miatt én nem lennék tanár, az nagyon hasonló, mint amit ugye a korábbi videómban, a magyar közoktatásról készített videómban elmondtam, hogy nagyon sok tananyag van, rengeteg munka van, rengeteget kell foglalkozni a tanítással, a gyerekekkel, ezeknek a tananyagoknak a leadásával. És hogy iszonyatosan túl vannak terhelve a tanárok is, diákok is, az iskolai dolgozók is. Azt látom, hogy tényleg ott az a rengeteg minden, amit le kell adni, a rengeteg minden, amivel foglalkozni kell, és emellett ugye még egyéb teendők is vannak, tehát adminisztráció, ha valaki mondjuk osztályfőnök, akkor mondjuk osztálykirándulás szervezése, szalagavatónak a szervezése, ballagásnak a szervezése, banketnak a szervezése, rengeteg minden. Tehát ez a nagyon sok minden, ami ilyenkor egy tanárnak a vállára rákerül, az hatalmas nagy teher, és ezt egyszerűen nem azt mondom, hogy nem lehet bírni, mert azért már vannak, akiknek hosszú évek rutinja van a háta mögött, de fiatal kezdő tanárként ez bizony nagyon megterhelő feladat. A második pont, ami miatt én nem lennék tanár, ez fogalmazunk úgy, hogy elsősorban a társadalomnak a számlájára írható, hiszen nagyon megváltozott a mai világban a gyermeknevelés, illetve a gyermekek
vagy fiatalok, akkor inkább úgy mondom, tehát a fiatalok, illetve a tanároknak a viszonya. Pontosabban a fiatalok és az oktatás viszonya. Tehát már amikor ott tartunk, hogy meg lehet alázni egy tanárt az óráján, vagy nem is tudom, meg lehet verni egy tanárt, már ugye sajnos ilyen esetek is voltak, már amiről lehetett hallani. Ezt az egészet videóra veszik, ezt az egészet kiteszik a világhálóra, és közben jót nevetnek rajta. Egyszerűen nem lehet fegyelmet tartani a tanároknak, meg van kötve a keze ilyen szempontból, és egyszerűen nem lehet olyan értelemben véve rendet tartani, hogy azzal egyben tekintélyt is szerezzen a tanár. Szegény nagymamám, nyugodjék békében, tanítónő volt, és elmondta, hogy tehát mai világban ő nem lenne tanítónő. És teljesen igazat is adok neki, hiszen egy olyan világban élünk, ahol nem lehet például, most nem azt mondom, hogy testi fenyítést, vagy fizikai erőszak, de egy olyan módszereket, ami kicsit helyre teszi a gyerekeket. Azt mondta, hogy régebben az, hogy egy tanár megütötte a gyereket, és hangsúlyozom, nevelési célzattal, az teljesen normális volt. Egy gyerek nem merte megmondani, hogy őt pofán vágta a tanára, vagy a tanítója, mert még otthon is kapott. Manapság meg már mi az első dolog? Rögtön mennek a szülők, meg rögtön megy a számonkérés, hogy hát ezt mégis ő hogy képzeli a tanárnő, vagy tanárúr, vagy a tanítónő, tanítóúr. Most ő ezt hogy gondolja? Ami nagyon nagy baj. Tehát még egyszer hangsúlyozom, nem fizikai erőszakot kell alkalmazni, nem az a lényeg, hogy ütni-verni kell egy gyereket, viszont a tekintélyt, meg a fegyelmet, azt tartani kellene. De ilyen megváltozott körülmények között ez iszonyú nehéz. Iszonyú nehéz. Higgyétek el nekem. És akkor a harmadik pont az nagyon szorosan kapcsolódik a második ponthoz. Ez pedig a társadalom, illetve az oktatás, pontosabban a tanároknak így az igencsak megváltozott viszonya. Na most egyre többször hallom például azt, hogy egy tanár azért adjon jó jegyet, mert az kell a felvételihez. Egy tanár azért adjon jó jegyet, mert az a motiválja a gyereket arra, hogy jobban tanuljon. Na most ezekkel mi a probléma? Én azt gondolom, hogy nyilván van valamilyen alapja ezeknek a gondolatoknak, de én megtanultam az életem során, hogy ez a történet, ez nem ilyen egyszerű. Volt nekünk egy biológia-kémia szakos osztályfőnökünk, aki úgy nagyjából reálisan tudott osztályozni. Tehát amilyen jegyet kapott nála a diák, biológiából, kémiából, nagyjából olyanra lehetett számítani az érettségén is.
És ő nála nem az, nem az volt a történet, hogy na most én azért adok jobb jegyet, mert hogy motiválni kell, meg nem azért, mert hogy kell a felvételi ez, meg bármi, hanem ő reálisan osztályozott. Na most nagyon sokszor azt látom, hogy tényleg a szülők azt várják el egy tanártól, hogy ne az, hogy leadja a tananyagot, hanem adjon jó érdemjegyet. De ezzel az a baj, hogy ha nem sikerül a felvételi, vagy nem sikerül úgy az érettségi, akkor meg rögtön a tanárban keresik a hibát, hogy az most miért úgy van. Pedig én azt gondolom, hogy itt a hozzáállásokkal vannak komoly problémák. Tehát a felvételi, az érettségi esetében az egész történetet reálisan kell látni, tanári részről is, meg a diák részéről is. És tényleg komoly problémák vannak ilyen szempontból. Hát ezek a fő indokok azért, vagy fő indokok arra, hogy én most miért nem lennék tanár, pedig azért sokszor megfordult ez így a fejemben, de én azt gondolom, hogy személy szerint én nem bántam meg, hogy most nem lettem tanár végül. Hát ennyit szerettem volna így elmondani, és hát ugye most az oktatás, élő oktatásnak ugye a újrakezdése most nem sokára lesz, és így az iskolák nyitásának alkalmával én nagyon sok sikert kívánok mind a diákoknak, mind a tanároknak, és azt, hogy legyünk mindannyian nagyon boldogok, és szeressük azt, amit csinálunk. Ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!